happened to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really... Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Március közepe van, itt a lemosó permetezés ideje, vagy legalábbis nagyon közel járunk hozzá. Néztem a szöllőket, egyre közelebb van a rügypattanás, barkások, sőt, találtam olyan fajtát, ahol már szinte kipattantak a rügyek. Ez másik évben április elején szokott bekövetkezni, de hát olyan jó idő volt itt március elején, felgyorsultak az események. Úgy gondolom, ilyenkor kell lemosó permetezni, minél közelebb a rügypattanáshoz, nem kell januárba, februárba, inkább március közepe vagy vége. Én idén a Greenway-jel fogok permetezni. Mi a Greenway? Egy teljesen lebomló, természetes ökobioszer, 100%-ban szermaradványmentesen bomlik le, és rezisztencia nem is alakul ki. Nyári időszakban fontos lehet, hogy nulla nap a várakozási ideje, úgyhogy akár érés előtt, vagy fogyasztás előtti nap is lehet vele lefújni. Teljesen steril, tiszta felületet biztosít, baktériumok, gombák ellen tökéletes. Ezt fogom most bekeverni. Ja, és itt el szeretném mondani, hogy tudok segíteni a rendelésben, aki ki szeretné próbálni, írjon a sziliszöllő@gmail.com-ra, és baráti áron én közvetlen a gyártóval tudom küldetni. Szennyeződésmentes állapotot hozunk létre a növények fászárain, nyáron a lombfelületen, elősegíti a növények a saját védekező képességét, felerősíti, és segíti más növényvédőszerek gyorsabb felszívódását is. Egyszerű a bekeverése, nyáron 5%-os oldat, de lemosásnál 10%-os fogok keverni. Levágtam egy ilyen fél literes flakont, kétszer megtöltjük bele a permetezőbe, és 10 liter vízzel felengedem. Fontos megjegyezni, hogy nagyon tiszta permetezőbe töltsük bele, hiszen a szer az előző benne maradt permetszert kezdi el lebontani, és nem a gombák áttelelő alakját fogja. Először töltsünk bele egy kis Greenway-t, kevés vízzel, majd kifújjuk, utána mehet bele a permetezésre előkészített anyag. Kettő ilyen fél literes flakonnyit fogok beletölteni. Egy és kettő. Mehet rá 10 liter víz. Gyorsan elmegy ez a 10 liter, hiszen bőlével szinte lefolyósan kell permetezni, és gyümölcsfa is van, úgyhogy a cseresznyével fogom kezdeni, mert tökéletes rá. Aki megvásárolja ezt a terméket, nyáron úgy használja, eső után mindig fújja le, mivel a vizes felületen a legjobb a hatékonysága. Lehet akár 5 naponta, 10 naponta, figyeljük az időjárást, eső után mindig, segít elkapni a peronoszpórát, lisztharmatot, és nem károsítja a környezetet, teljesen ökobioszer. Ezzel a lemosásra elérjük azt, tavaly ősszel elkapta a vesszőnket a lisztharmat, most induláskor nem liszthalmatosan fog indulni, hanem egy steril, tiszta felület. Jó kezdés ez a szőlőnek. Elkapt itt a lisztharmatot évvégén. Nagy volt itt a sűrűség. Ez most nagyon jót tesz neki. Nehezen válunk meg évközben a jó bevált felszívódó szerektől, de egyre keményebbek a szabályozások, nehezen lehet hozzájutni, zöld könyvet kérnek a jó szerekhez, nem mindenki tudja beszerezni. Ezért is egy-két tőkét én ki fogom próbálni, hogy csak ezzel a Greenway-jel permetezem. Ez bárki számára elérhető.
egy ilyen 5 literes kanna, ez egy 10 permetezéshez elegendő, és ezzel házi kertben egy egész szezont is végig lehet vinni. Mivel teljesen ökobioszer, ezért nem használok védőfelszerelés, kesztyűt se, maszkot se, hajvédőhálót se, nyugodtan lehet vele permetezni, lehet látni ezeket a foltokat a vesszőn. Szeptemberben, októberben jó erős lisztharmat fertőzés volt, már nem permeteztem. Különösebben nem nagy gond ez, de most ezzel a kis lemosó permetezéssel az áttelelt lisztharmat alakokat teljesen inaktiváljuk. Nagyon sokrétű az alkalmazása, üvegházakban, szántóföldön, házi kertben, peronoszpóra, lisztharmat, botritis, penész. És ezt találtuk ki a Tomex, hogy ide fel, és innen így lecsüngenek, és itt lesznek fönn fürtök. Ki fogom próbálni a ház falára is, hiszen penész gombára is nagyon jó, és van egy kis része a falon, ahol penész gomba nyomai vannak, meglátjuk. Ne feledkezzünk meg a bogyós gyümölcsökről se. Ribiszkére, málnára is tökéletes. Ennyi, meg is vagyok vele, nem egy ördöngőség, érdemes kipróbálni. Írjatok e-mailt sziliszőlőkukac@gmail.com, és közvetlen a gyártóval tudom nektek küldetni ezt a készítményt. Sziasztok, jó kertészkedés, szőlészkedést, kezdődik lassan a szezon.